Zoltán Tamás vagyok, rengeteget olvasok és rengeteget beszélek, például most is. Hello und welcome, hogy Kern Andrást idézzem, esik mocskosul az eső. Ki kérte ezt az időjárást, már megint te voltál az? Te vagy? Ja, hátam mögött maradt a körlámpa, nem baj. Most hátulról világítom meg magam, mert nekem ez is jól áll. Könyveket hoztam, mert a mai videó arról szól, hogy miket olvastam az elmúlt napokban, és van itt előttem 5-6 könyv, és csalok, mert az egyiket nem olvastam végig, mert nem volt jó, de majd mindjárt elmondom, hogy miről van szó, mert ez téged érdekel, ugye? Kezdjük azzal? Kezdjük azzal, mert tulajdonképpen az volt az első a sorban. Ez egy olyan kötet, ami régóta itt, nem mondom, hogy porosodik, mert nem porosodnak a könyvek nálam, de hogy régóta itt vár a sorára. Mert olyan címe van, ami mindenképpen felkeltette az én érdeklődésemet, az a könyv címe, hogy Hófehérkének meg kell halnia, és egy német szerző, bizonyos Neil vagy Neil Neuhaus a szerző, így néz ki a borító. Ez egy generálpresszes kiadás, és tologattam itt hónapok óta, aztán most rászántam magam, hogy nézzük meg, hogy egyáltalán marad-e nálam a polcon, az a helyzet, hogy nem. A sztoriról két mondatot tudok elmondani. Két kamasz lányka eltűnik, hát konkrétan megölik őket, nem spoiler, és a gyilkosság miatt elítélnek egy pasast, aki 11 évet ül börtönben, majd miután kiszabadult, visszakerül abba a német kis faluba, ahol ő korábban élt. Természetesen az ott élők nem annyira szimpatizálnak vele, majd elindul egy újabb esemény folyamat, és van nekünk egy nyomozó párosunk, akik itt megpróbálják felgöngyölíteni az eseményeket. Hát, hogy uncsi volt számomra. Nagyjából olyan érzésem volt, mintha így nem nézek tévét, de mintha elcsíptem volna egy délutáni, nem tudom, ilyen mik ezek, NCIS sorozatot, semmi eredetiség nem volt benne, iszonyú sok közhely, kiszámítható fordulatok, és nem jutottam el a feléig, amikor azt mondtam, hogy hát sajnos, ez nem ment át nálam a teszten, Hófehérkének meg kell halnia, kár ezért a címért, kár ezért a szép kis borítóért. Haladjunk is tovább. Egy másik krimi került akkor a kezembe, mert most a krimi polcot pakolgattam. Ez friss, ez szerintem már idén jelent meg, igen, és jaffás kiadás. Harlan Coben a szerző, a könyv címe pedig A kisváros titkai. Mutattam ezt nem olyan régen, amikor megkaptam a Jaffától. Hát az őszinte vagyok, nem vártam tőle sokat, na annál jobb. Tehát ezt legalább végigolvastam. Ez sem okozott bennem maradandó nyomot, meg nem gondolom, hogy bekerül a kedvenc könyveim közé, de valami. Ez annyiból érdekes, hogy azzal a témával foglalkozik, hogy mennyire kell odafigyelni arra, hogy a gyerekek milyen veszélyben vannak az interneten, az internetes közösségi oldalakon, meg úgy általában egy csetelés, egy ártatlannak tűnő csetelés mennyi veszélyt hordozhat magában. És akkor erre így rá rittyentettek egy laza kis krimit. Egyszer olvasós, könnyen olvasós, szórakoztató volt, ezt tudom ajánlani bárkinek. Akinek vannak kiskorú gyerekei, azok számára ez még tanulságos is lehet. Harlan Coben, tehát a szerző, és A kisváros titkai, és az van itt egy matricán, hogy a Netflix saját gyártású sorozatot is készített belőle. Ha láttad ezt a sorozatot, akkor kérlek, majd írd meg, hogy érdemes-e bele néznem, vagy nem. Mi jött a... Ja, egészen más műfajban vagyunk, mert tavaly találkoztam, azt hiszem a Margó Fesztiválon volt itt Donatella di Pietrantonio, és akkor olvastam el tőle a Visszaadott lány című kötetet, erről beszéltem itt nektek hosszabban. Tudtam, hogy van egy folytatása is, de ez csak most jutott el hozzám, egy jó, majdnem fél évvel később. A kötet címe a Halász negyed. Így néz ki. És az elsőt is szerettem, de annyira nem vágott padlóhoz, hogy azonnal akarjam a folytatást.
Volt is bennem egy kis fenntartás ezzel a második résszel kapcsolatban. Összefügg a kettő, tehát nem éri meg a másodikkal kezdeni, mert az első részben megismert családot vagy testvér párost követjük itt soron. No, hogy az a lényeg, hogy meglepetést okozott számomra ez a kötet, mert sokkal jobb volt nekem, mint az előző. Itt valahogy mélyebben belement a szerző, ő ugye nem író, hanem egy gyermekfogorvos nőről van szó, Donatella Di Pietrantonio, aki így hobbiból reggelente írogat. Nem rossz, azt kell mondanom, hogy nem rossz. Kicsit olyan feeling, mint a... Ki az? Elena Ferrante? Csak nekem ez klasszisokkal jobb, mint a Ferrante, amit túlírottnak gondolok mindig. Csak az első részt olvastam, de az nekem megülte a gyomromat. Ez viszont kifejezetten tetszett. A két lányka itt már felnő, és mindketten férjhez mennek. Kiderül, hogy egyikük sem azt a társat választotta, akit kellett volna, vagy hogy mondjam ezt szépen, nem jól mentek férjhez, hogy ezt a kifejezést használjam. Mindketten pórul járnak, az egyikük elválik, a másiknak menekülni kell, és akkor a testvérénél köt ki. Kapunk egy jó kis hangulatot ebből a... Na most hol állt meg ez a felvétel? Szóval azt kezdtem mondani, hogy kapunk egy jó kis hangulatot, meg leírást erről a olasz halásznegyedekről, halászfalukról. Szomorú is volt, tanulságos is volt, de mindenképpen szép, és nagyon szeretem, hogy ehhez nincs túlírva. Pont ennyi van ebben a történetben, és azt is szeretem, hogy itt véget ér a történet, tehát nincs az, hogy és akkor jön majd a harmadik rész. Amire én nagyon kíváncsi lennék, tudom, hogy van még másik két könyve a szerzőnek, hogy azok miért nem jelentek meg magyarul, vagy csak én nem tudok róla, mert nagyon szívesen elolvasnám. Vannak benne egészen szép irodalmi mondatok, egyet ide kiírtam magamnak, ez a 64. oldalon található. Figyeld ezt a képet. Csontig melengetett minket a két összepárosított magány. Hát, hogy vannak benne azért ilyen lírai képek, Donatella Di Pietrantonio és a halásznegyed, ezt szeretettel ajánlom. Nem csak érzékeny lelkű hölgyeknek, hanem pasasoknak is, mert van belőle mit tanulni. Egy erősen, vagy hogy mondjam, halmozottan nyomorult helyzetű család minden tagjáról szól, hiszen itt nem csak a két lányjal foglalkozik, hanem visszatérnek majd apukához, anyukához. Pú, lesz benne, lesz nem ulas. Mint ahogy nem volt mulatás a következő könyv sem, ez egy újraolvasás volt, az egyik hát, kedvencem. A regény is, meg a film is, ami ebből készült, Michael Blake a regény szerzője, és a regény volt előbb, a regényből készült a film, amelynek címe Farkasokkal táncoló, szerintem tudod, miről beszélek, hiszen 11 Oscar-díjra jelölték, de 7-et meg is kapott belőle. És lett a legjobb film, meg a legjobb rendező Kevin Costner. Szóval a Michael Blake regényét most így megkívántam, és újra lekaptam a polcról. A film ugye benne van a top 100, világszinten a top 100 kedvenc vagy legjobb filmben. Én is nagyon szeretem, vannak vele problémáim, például az, hogy nagyon hosszan elhúzta a rendező Kevin Costner, és lett belőle egy 4 órás produkció, pedig regényben ilyen picike. Hát a sztoriról nem nagyon kell itt különösebben mesélnem, egy őrnagyról szól, egy bizonyos Dunbar nevű őrnagyról, aki véletlenül találkozik egy indián törzsel, megismerkedik velük, beolvad közéjük, és már-már indiánná válik, de ő egy fehér. A lelkében mindenképpen indián lesz. Van egy hatalmas nagy különbség a regény és a film között. Az időjárástól mindig megáll ez a vacak. Szóval az a hatalmas különbség a regény és a film között, hogy a regényben egy komancs törzshöz csapódik Dunbar, a filmben pedig egy Sioux törzsel él és vándorol. Nem tudom, hogy miért kellett változtatni. Lehet, hogy a filmben szereplő színészek Sioux voltak? Ezt nem tudom, ez nem derült ki számomra, majd egyszer utána nézek. Gyanítom, hogy nagyjából ugyanazok az életkörülmények voltak jellemzőek a komancsokra, mint a Sioux-ra.
Lehet, hogy valahogy a törzsi szokásaikban különböztek, hiszen két külön törzsről van szó. Szóval izgalmas is, nincsenek benne ilyen hatalmas, véres csaták, van benne csata, de nem brutális. Szépen bemutatja a vad nyugati indiánok életét és az oda vetődő fehér emberek összetűzését. Tudnék erről a témáról hosszan beszélni, de most már lassan mindig kapom az üzeneteket, hogy hagyjam már az indiánokat. Na de hát, ha érdekelnek, akkor miért hagyjam? Szóval Michael Blake és a farkasokkal táncoló, nem csak a filmet ajánlom, hanem a regényt is. Szerintem antikváriumokban itt-ott hozzá lehet jutni. Mert jó, nem tudom, mikor a kiadás. Meg lehet, hogy mindegy is. Meg lehet, hogy ki sem derül, mert nincs rajta. Jó, mindegy. Farkasokkal táncoló költészet következik, mert a Magyar Költészet napja volt 11-én, ugye áprilisban vagyunk. Ennek örömére volt egy könyvbemutató, ami dupla bemutató volt, mert két kötetet mutattunk be, és azért mondom több beszámba, mert én celebráltam, vagy vezettem ezt az eseményt a K11 kultúrközpontban, ahol is Hágen Imre két verses kötetét mutattuk be. Ez a második, melynek címe Felhő gramofon. És azért is izgi, mert így, ha most hátulról látom, a saját nevemet látom, mert például én írtam az egyik ajánlót hozzá a fülszövegen, de ez nem ront az a kötet minőségén, nem is javít rajta. Ebben a kötetben, ez a második, a Felhő gramofonban egy felnőtt, érett férfi szerelmes versei olvashatók. Itt le is írom a fülszövegben, hogy ez a Pali nagyon bátran szereti azt a nőt, aki néha mellette van, néha nincs mellette. Tanulságos, szép, olyan nagyon mélyről jövő versek ezek. És én azért is szeretem, mert ritka manapság a férfi szerzőktől, hogy ennyire merik megmutatni az ő lelküket, meg gyötrődésüket, meg vívódásaikat. Szóval Hágen Imre Felhő gramofon című kötete kapható. Üzletekben nincs, mert magánkiadásban jelent meg, de a könyvimádók.hu című oldalon, ott a webshopból a Szélviharmónia, ami az első kötet volt, és a Felhő gramofon is megvásárolható, vékonyka, de van benne 50-valahány vers. És ami még érdekes, hogy illusztrált a kötet, és mindig elfelejtem a Ciráki Nándor nevét, aki az illusztrátor, ő készített, hát nem festmények ezek, mert ilyen kis kollázsok, montázsok, mindenféle fecnékből ragasztgatta össze, volt ott kiállítás bemutató, és érdemes bele kukkantani, ez a Felhő gramofon és Hágen Imre kötete. Utolsó következik, ez pedig egy kihívás volt, mert közel volt ehhez a könyvbemutatóhoz, ott az egyik színész, aki a kötetből felolvasott, ő Magyar Bálint volt, és vele beszélgettünk, hogy ő mostanában nagyon benne van Murakami Haruki köteteiben, és teljesen csillogó szemekkel ájultan tud róla beszélni. Én meg széttártam a karom, hogy sok évvel ezelőtt elolvastam a Kafka a parton, vagy a tengerparton című kötetet, túl nagy hatással nem volt rám, de hát kíváncsi lettem. És akkor megállapodtunk abban, hogy a Norvég erdő című kötetet elolvasom, ami beszerezhetetlen, tehát az összes könyvdílerem itt széttárta a karját, hogy nincs, sehonnan nem lehet megszerezni. Így beértem a Birka kergető nagy kaland című kötettel, ami hát ez is van már x éves, majdnem 10 évvel ezelőtt jelent, sőt 2007-ben jelent meg magyarul először, Geopen kiadónál, és azóta már az 5. kiadása, újra nyomása jelenik meg. Kezdem a negatívumokkal, és ez a negatívum, ez a Geopen kiadónak szól. Tehát ha egy könyvnek már az 5. kiadása jelenik meg, akkor az számomra megbocsáthatatlan, hogy ennyi elütési hiba van a kötetben. Zavaróan sok az elütési hiba. Nincs ott korrektor? Kérem szépen. Másrészt ez nagyon gány lett ez a kötés. Tehát ez így nem sokat, még van egy védőborítója, de azt leisszettem, mert az se volt túl jó minőségű. Szóval ezzel bajom van.
megnézegettem az összes Murakami Haruki magyar borító, hát nem túl guszta, de nem is az a lényeg, hogy guszta legyen. Ez számomra egy mínusz a könyvkiadó felé. De beszéljünk a kötetről. Hát meglepő volt, mert nem azt kaptam, amit vártam. Itt az a fülszöveg, hogy egy 30 éves reklám szövegíró egy képeslapot kap a barátjától, és ezt felhasználja majd egy hirdetéshez. Ezen a fotón egy birka nyáj látható, és később kiderül, hogy van egy megbélyegzett birka ebben a nyájban, és akkor misztikusan megjelenik egy pasas, aki felszólítja a mi reklám emberünket, hogy vagy megkeresi ezt a birkát, vagy meghal. És elindul egy ilyen, azon a borító, hogy mitikus, misztikus, irodalmi thriller. Nekem nem volt thriller, nagyon hosszú a bevezető, amikor köze nincs még a birkákhoz, viszont nekem az a rész tetszett jobban, az kifejezetten szép irodalmi volt, ahol a csajairól, meg a volt feleségéről ír, és egészen hosszan tud elmélázni egy női fülön, vagy egy női kombinén, nem pornográf, nem kell tőle félni, viszont egészen egyedi hangulata van, megfogja az embert, úgy bepörgeti, nem engedi el, könnyen olvasós, komfortolvasás volt. Maga a birka vadászat számomra nem volt annyira izgalmas, de közben nagyon sok mélyen elgondolkodtató filozófiai mondat volt benne, és én ezeket szeretem egy könyvben, amikor el lehet hosszan gondolkodni, és miután letettem a könyvet, akkor így pörög, pörög, pörög az elmémben. Szóval nagyon hálás vagyok Bálintnak, hogy így elém sodorta a birka kergető nagy kalandot, és valószínűleg hamarosan egy újabb Murakami Harukival is megismerkedem. Nem most azonnal, mert ezt azért emésztenem kell, de tudom ajánlani mindenkinek, aki nem csak a kalandot, meg nem csak a thrillert keresi egy könyvben, hanem szeret gondolkodni is, mert vannak ehhez élő agysejtjei. No, hát ezek voltak a könyvek. Tavasz van, és ez azt jelenti, hogy egyre több a könyves rendezvény, most már legalábbis Budapesten egyre több beszélgetést látok írókkal, költőkkel, szerzőkkel. Érdemes nézegetni a különböző honlapokat. Én is, amit tudok, azt általában az Instagramon megosztom veletek. Meg most van ilyen tavaszi nagy, hát készlet kisöprések, vagy nem tudom. Mik ezek, gondolom, hogy amiket a kiadók így még karácsony környékén fölhalmoztak, azt most megpróbálják eladni. Nagyon olcsón lehet a Libri oldalán is vannak ilyen pár száz forintokért egészen jó könyvek. A Libri boltjaiban személyesen is látod ezeket, és akkor megspórolod a postaköltséget, ha pesti vagy. De a Jaffa oldalán is láttam valami 50%-os akciókat, meg a könyvmoly képző oldalán is vannak, ott is ilyen 6-700 forintokért már olyan regényekhez lehet hozzájutni, amikkel napokig tudod az elmédet elfoglalni. Szóval érdemes szétnézni a különböző honlapokon, hogyha akcióra vágysz. Ennyit tudok én mára neked mondani, és lehet, hogy ezzel többet is mondtam, mint kellett volna. Esik eső, szép csendesen csepereg. Napsütést kívánok mindenkinek. Olvassatok valami olyat most, amitől belül legalább jó kedvetek lesz, meg belül kisüt a nap. Köszönöm ma is a figyelmet. Találkozunk hamarosan. Sziasztok!